Sok szeretettel üdvözlöm Bakos Batu urat, a 8. keresztény fényünnepünk második előadóját, és tisztelettel felkérem, hogy kezdje meg előadását. Előadásának címe Szent Kinga. Parancsoljon Batos úr, kezdje meg az előadást. Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik akár közvetlenül, akár a képernyőn hallgatják, vagy figyelemmel kísérik ezt a előadást. Az egyik legszebb időszakában vagyunk a magyar történelemnek, ha ezt a kereszténység szempontjából vagy a Árpádházi nem szerencsés szó, hiszen meglehetősen kései eredetű is, turul nemzetség női szentjeit illetően beszélhetünk. Európa a 13. századra bizonyos értelemben hatalmi szempontból átalakult. A Magyar Királyság a turul nemzetség alatt szinte a hatalmi csúcspontjára érkezik harmadik Béla királyunk alatt, és ekkor Magyarország Európa egyik legszámottevőbb tényezője katonai, gazdasági és szellemi erejét illetően is. A nyugat bizonyos értelemben hanyatlott, a későbbi nagy nyugati államok pedig ekkor még nem voltak olyan helyzetben, amilyenben aztán a történelem segítette őket. Németország, a német-római Szent Birodalom pedig már túl volt a hatalmaz elitjén. Bizánc még létezett délről, hatalmas állam volt még ekkor, de Bizánc és harmadik Béla kapcsolata az közismert, és Bizánccal való kapcsolatainkról egyébként is többet fognak más előadások kapcsán beszélni. Ugyanakkor Európa szellemi szempontból ekkor tér legmagasabbra, kezdődik a legmagasabb rendű gótika, a skolasztikus filozófia, a gregorián zene, és itt tovább sorolhatnám. Keresztes háború kora is ez, amikor is még él az a szellem, hogy a kereszténység eredetéért is megváltunk Jézus Krisztus életének helyszínéért emberek és emberek sokasága áldozza életét. Számunkra azért érdekes ez a helyzet, mert ebbe kerül bele aztán a turul nemzetségnek az az ága, amelyik a női szentek tömegét adja. Harmadik Béla királynak ebből a szempontból Imre király kevésbé érdekes utóda, második András azonban igen. És még van egy testvére, Konstancia, akinek aztán az Otokárral alkotott házasságából születik Págai Szent Ágnes, akiről majd külön előadás szó. De Págai Szent Ágnes ilyen alapon, ahogy ezt nézhetjük, tulajdonképpen unokatestvére negyedik Bélának, akitől ered aztán ez a szép sora a szenteknek. Meg kell azonban mondani, hogy Béla király, ugye második András gyermeke, testvére Szent Erzsébetnek, akiről gondolom szintén külön előadás szól, remélem nem feledkeznek el ugyancsak Szent Leányáról, Gertrúdról sem.
Negyedik Bélának testvére, Kálmán herceg. Két szót róla illik szólni, hiszen az ő felesége Szalóme lengyel családból származó királya. A magyar szentmiség külön magyar részében, a Plautium Hungáriében szerepel is Szalóme, hiszen van egy összefoglaló mise, amiben a külön-külön nem említett szentek és boldogok vannak, és ebben szerepel Szalóme, és a vele szűzi házasságot él Kálmán herceg is. Kálmán, ugye, amit említettem, Szent Erzsébetnek és negyedik Bélának a testvére, ugyancsak második András gyermeke. Annyit tudni kell róla, hogy fiatal korában jegyezték el Szalóméval, és aztán Halicsi királynak nevezte őt ki András királyunk, de ez egy nagyon kevéssé folyamatos királysága volt, mert állandóan Andrásnak kellett hadsereggel megtámogatni. Végül is Magyarországra kerültek, és a magyar királyi udvarban éltek. Kálmán herceg a Muhi csata következtében vesztette életét, hiszen ő volt tulajdonképpen meg a csatának ugri nérsekkel együtt a legnagyobb hőse, bár hallgattak volna rájuk a többiek. Őt végül is a csatából az emberei kimentették, és Somogyvárt halt meg a Muhi csatában szerzett igen súlyos sebesülésén. Aztán jön a következő testvérük, ugyancsak András és Mária, valamint Jolán, akiről sokszor elfeledkezünk, ő Aragónia boldogává lett, hiszen Aragon herceghez ment feleségül, és mégis az ő unokája a portugáliai Szent Izabella, vagy portugáliai Szent Erzsébet, aki szintén Árpád-házi vér és beszámazott ilyen esetben. Aztán meg kell említenünk, hogy II. András királyunk harmadik felesége Beatrix, aki nagyon rövid ideig volt a felesége, és a király a halála után menekülnie, vagy először is el kellett távoznia az országból, és ő tulajdonképpen Olaszországba került végül is, és Mária testvéréhez, aki szintén András királynak lánya, Mária testvérénél élt. Szeretném megemlíteni vele kapcsolatban, hogy ő is boldog. Ugyancsak a magyar szentek között van. A férje volt István, akinek a felesége Maroszínyi leányként, harmadik András királyunk édes atya, és harmadik Andrásnak pedig a leánya, a női ágon úgymond utolsó gajacskája a Turul dinasztiának, Boldog Erzsébet szűz. Az Erzsébetek kapcsán itt sok mindent rendbe kell tennünk. Boldog Erzsébet, tehát harmadik Andrásnak a leánya, aki ragaszkodott a tőszi zártához, ahol az életét élte, és hát végül is ott lett szenté. Most negyedik Bélára kell térnünk ebből a szép családból. Bélának sok gyermeke volt. Első Anna, második Katalin, harmadik Margit, az első Margit, a negyedik Szent Imre, akiről itt majd részletesebben beszélünk, az ötödik Erzsébet, a hatodik Konstancia, aki egy orosz herceggel, Leóval lépett házasságba,
és Lembergben a mai napig úgy tisztelik őket, mint boldogok. Tehát Konstancia is a boldogok közé tartozik. Aztán 5. István, szintén Béla gyermeke, majd Jolán, boldog Jolán, ugyancsak lengyel fejedelem asszony, és végezetül pedig Szent Margit, akiről megint külön előadásról fog szólni. 5. Istvánnak a gyermeke Erzsébet is, aki özvegyként ugyancsak a boldogok sorát gyarapítja, más szóval ugye ő András királynak, illetve 4. Bélának az unokája. Testvére Erzsébetnek Mária. Mária Anzsú Sánta Károly felesége lesz, és az ő gyermeke Toulouse-i Szent Lajos. Tehát Toulouse-i Szent Lajos püspök ugyancsak árpádházi szent és magyar szent, ugyanebből a korból. És itt abba hagynám a családfát, és akkor rátérnénk a tulajdonképpen tárgyára előadásunknak, Szent Kingát. Annyit akartam csak ezzel jelezni, hogy Szent Kinga rokonsága, közvetlen rokonsága, testvérei, unokatestvérei, hogy mondják, unokahugai, szintén a szentek sorát gyarapítják, és ha egy sorra lejjebb megyünk, akkor mi ugye Szent Lajossal egész messzire jutunk el az árpádházi szentek sorát. Kinga 1224. március 5-én született Esztergomba. Magyar neve, és nem csak az övé, hanem az egyéb tudul nemzetségből származó Kingára magyarosodott a nevek, eredetileg Kunigundák voltak, a lengyelek között terjedt el a Kunigunda helyett a Kinga név, ami aztán Magyarországon is meghonyosodott, és ma hát a Kinga ugye van egy gyakori keresztnév Magyarországon. Laskaric Mária és 4. Béla király az ő szülei. Békésen, nyugodtan érdegélt a magyar királyi udvarban, míg nem 1239-ben Boleszláv, a névnél itt azért engedjék meg, és meg engedjenek meg egy kisebb viccet is, ez lengyel. A lengyelek úgy mondják, hogy Boleszláv Stüdlívi. A Stüdlívinek az eredeti értelme nem a szemérmes, amit milyenkre magyarra fordítanak, hanem szégyenlő. Tehát szégyenlő Boleszláv. És a lengyel vicc szerint, ugye Kinga azért lehetett szent és szűz, mert a férje szégyenlős volt, mondják ezt a lengyelek, de hát egyébként nem teljesen van így, hiszen Boleszláv egy mélyen hívő herceg volt, akit ugyan az esküvő napján, ami Budán nagy lakóban történt, meglepett az, hogy a felesége hát azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy ő szűzi házasságban szeretne élni, és ő ezt így követ, így képzelte. Nem tudom, mi a valóság, mert a lengyel források erről nem beszélnek, de magyar források szerint magának az esküvőnek a napján Kinga egy évet kért, hogy szűzi házasságban legyenek, és akkor a király, akinek annyira tetszett, és annyira, egyébként Kinga gyönyörű nő volt, ezt hozzá kell tenni, annyira tetszett, hogy nem tudta ezt megtagadni. Egy év múlva kért még egy évet, mert akkor a király kicsit fanyalódva, de ebbe is beleegyezett, majd a
harmadik évben azt mondja, hát a Szent Háromság tiszteletére tartsuk meg a harmadik évet is, és akkor a harmadik év folyamán vált a király szempontjából is véglegesség. De mondom, ez egy legenda, ami nem teljesen biztos, az sem biztos, hogy mindjárt a házasság napján ugye közölte Boleszlávba a férjével ezt az elhatározását. Az, hogy Kinga miért ebbe a szellembe ment el, ebbe Szalomé lengyel hercegnő, aki ugye Kálmán hercegnek volt a felesége, hatása érvényesülhetett. Szalomé hatására történik talán az, hogy egyrészt Boleszlával hozza össze Kingát, illetőleg Nagy Lengyelország királyával Jolánt, a sokkal kisebb és később született hercegnőt. Továbbá ő volt az, aki aztán Kálmán halála után Lengyelországban az Ószamdeci kolostorba, ugyan még nem léphetett be, de ott egy kolostorba lépett be, aztán ebben követtek őt mind Kinga, mind Jolán. Egyébként Kinga és Jolán élete összekapcsolódik, hiszen Kinga, nem tudjuk, hogy ezt a IV. Béla király és felesége hatására vagy kérésére tette, vagy egyszerűen ő maga tette, de a maga krakói udvarába vitte át Jolánt, és végül is Jolán 5 éves korától ott élt Kingánál, mindaddig, amíg férjhez nem ment, akkor Gnyezmóban éltek a férjével, és ott vált özvegyé. Egyébként nem sokkal az előtt, mikor maga Kinga is özvegy lett. És akkor, ahogy ő özvegy, ment a lakói udvarba, ott fél évet éltek együtt, és akkor Kinga is özvegyé válván az Ószamdeci kolostorba mentek mindketten. 1241-ben a tatárok nem csak bennünket, hanem kis Lengyelországot is lerohanták. Hozzáteszem, hogy ez egy mutatott kérdés, mindig mikor Boleszlávról beszélnek, hogy király, nem király, és így tovább. Igen, lehet királynak mondani, de ő kis Lengyelország királya. Kinga férje Nagy Lengyelország királya, de ezek akkor még egymás mellett élő lengyel fejedelemségek, és nem, hogy mondjam, egy egységes Lengyelország, ami később alakul ki. Visszatérve, tehát visszakerül Jolán is, és együtt élnek majd özvegyekként Kolostorban. De most már visszatérve Kinga életére. Ahogy 1241-ben bennünket lerohannak a tatárok, kis Lengyelországot is lerohanják, sőt nem csak, mert Szilézia királyát is megverik, a Csepejedel királyt is megverik, és úgy támadnak aztán északról Magyarországra. A fő ár természetesen nem onnan, hanem Verecke felől jön, de jön egy déli ág a Balkán felől is. Lengyelország tehát sokkal kisebb támadást ér át, de kis Lengyelországot ugyanúgy szinte megsemmisítették a tatárok, ahogy Magyarországon is iszonyatos kárt okoztak. Boleszláv és Kinga a tatárok előtt, hiszen Krakót elpusztítják, Csorstin várában keresnek és találnak is menedéket a tatárok. Ekkoriban rendszeres városromra nincsenek berendezkedve, másrészt pedig nekik hamarosan sietniük kell a nagyobb célpont Magyarország teljes megsemmisítésére és lerohanására. Ahogy a tatárok elmennek, Kinga szinte a teljes örökségét és vagyonát Kis-Lengyelország újjáépítésére fordítja,
és az, hogy az ország a helyére áll a férje mellett, elsődlegesen az ő érdeme, ekkor indul az a pont, amikor is a lengyelek örökre a szívükbe fogadják, és ma is az egyik legtiszteltebb szentjük. Kinga az újjáépítésekben részt vesz azzal is, hogy Ószamvecben egy hatalmas Clarissa kolostort építenek fel, később ez lesz a kolostor, ahova vonulnak majd. Sőt, a kolostor mellé még templomot is épít. Egyebekben rengeteg templom építésben, és ami Lengyelországban első, ezt úgy mondhatjuk, hogy akkor egy magyar királylány vitte be oda, kórházépítésekben is kezdenek, és maga Kinga is gyakori vendége a kórházaknak, ahol segít a betegeknek, illetőleg ő az első, aki részletes jótékonykodást tesz, lehet, hogy ez a nagynénje Szent Erzsébet hatása, a szegények között, így Krakó külön szegény negyedébe jár ki, ott élelmet és így tovább osztogat. Kinga egyre népszerűbb a lengyelek között, és Boleszláv egyre inkább szerelmes belé, hozzátéve, mondom, Szűzi házasságban élnek, hiszen az ő hírnevét és uralmát is rendkívül erősíti a felesége iránti rajongás, ami abban az időben van, ő egyáltalán nem féltékeny erre, tehát a feleségét idézőjelben jobban szeretik, mint őt, egyáltalán nem féltékeny, hanem ezt elfogadja, és együttműködve uralkodna. 1249-ben Kinga Magyarországra látogat. Ez azért érdekes, mert az Árpádházi királylányok, megint az Árpádházat használom, például Turul dinasztia lányai, számára ez nem lehetőség. Hiszen hogy jöjjön vissza Aragóniából egy lány, vagy hogy jöjjön látogatásra, hogy mondjam, Bizáncból, bár az nincs olyan túl messze egy királya. Lengyelország azonban a határos, legalábbis kis Lengyelország Magyarországon, tehát Kinga ezt megengedtette magának, hazajött. Tulajdonképp azért jött haza, hogy segítséget kérjen atyától, Bélától, kis Lengyelország újjáépítésére, de hát akkor saját szemével látja, hogy mi történt. Jól lehet tudta, hiszen Szalóme a Muhi csatában, vagy a Muhi csata következtében meghalt férje. Utána özvegyként visszajön Lengyelországba, és saját tapasztalataiból el tudja mondani, hogy mit műveltek a tatárok Magyarországon, hova jutott az ország, hogy Bélának menekülnie kellett, fél Magyarország, sőt Horvátország, illetve Dalmácia, ahol aztán. Viszont Kinga azt látja, hogy az eltelt nem teljesen 8, inkább 7 év alatt az apja csodát művelt. Magyarország annyira újjáépült, természetesen nem érte el a pusztítás előtti állapotot, még sem lakosságában, sem az épületekben, sem a gazdaságában, de ahhoz képest, amit ott hagytak a tatárok, ahhoz képest iszonyú nagy változás van, és hatalmas munka, amit az apja elvégzett, de az apja nincs abban a helyzetben, ezt hamar felfogta, hogy ő segítse még, hiszen az országát kell tovább építeni. Viszont források szerint is igaz ez, mert most a legendára térünk utána át, ennél a tartózkodásnál kapja meg apjától a máramarosi sóványát. Legenda szerint az egyik sóványa legmélyebb aknába dobja be a gyűrűjét. Majd utána, amikor hazamegy, és kezdik Lengyelországban is a sóbányászatot,
akkor a Bokmi bájában, nem a Jelicskaiban, ami híresebb és a magyar turisták is ismeri, egyébként azt is Kingáig nyitották meg, megtalálják a gyűrűt egy nagy só kristályban. A bányászok is adják át Kingára. A legenda egyik formája ez, a másik formája az Lengyelországban, hogy ott egy földműves a földből ássa ki, vagy szántás közben fordul ki a gyűrű, és viszi el a királynőnek, és akkor azon a helyen, ahol ezt megtalálják, ott kezdenek ásni először, és ott meg is találják a sót, és megindul a só bányászata. Az azonban tény, hogy IV. Béla küldi a bányászokat, IV. Béla küldi a szakembereket, ezt most lengyel források alapján mondom, ez Lengyelország történetében is említett, majd mindjárt a szerzőben is hivatkozom, hogy a bányászat, mint olyan, mindenestől Magyarországra jött, kezdve a sóbányászattal, de nem csak, hanem utána a többi fém és egyéb bányászatokkal, magyar szakemberekkel, olyannyira, hogy még a 18. század végén, mikor felosztják Lengyelországot, most addig a pontig mondom, Lengyelországnak a bányász és bányákkal foglalkozó művesei, nem csak a közvetlen fizikai, hanem a bányamérnökök, a bányák felkutatásával foglalkozó, most geológusnak mondhatnom, de akkor nem ez volt a nevű, ezek mind Magyarországon tanultak, hiszen a selmecbányai bánya mérnöki mondjam így, főiskola, illetve egyetem, az végig működött, és a teljes bányászati kultúra tulajdonképp onnan ment át Lengyelországba. Hozzáteszem, hogy a történeti források szerint, és megint lengyel adatokra hivatkozva, Kinga volt az, aki alatt megerősödtek már az addigi halványabb lengyel-magyar kapcsolatok. A Kinga alatt volt az első Szent Kinga Szaltériuma, tehát zsoltáros könyve, ugye, amit az egyházi szertartásokban használtak, énekeltek, illetve mondtak aztán a zsolozsmádon is. Kinga Szaltériuma az ugyancsak Magyarországról jött, sőt, az első lengyel bibliafordítás az eleve a Sárospataki Biblia nevet viseli Lengyelországban, érezhető ebből is az a magyar kulturális hatás, ami ment. Továbbá a lengyelek állítják, hogy későbbi nagy francia barátságuk ellenére is az első francia hatások éppen Kingától kezdődően Magyarországról jöttek, de az olasz hatások is Magyarországról jöttek. A lengyelek névtelenje, akit nálunk ugye Anonymusnak mondják, ő náluk egy pillanat, még nem, Gálnak hívják. Ez ugyan francia származású, de Somogyváron töltött jó hosszú időt, és onnan került át Lengyelországba, és a lengyel irodalom névtelenje szerepe hasonló, ami Anonymusukéhoz, természetesen lengyel vonatkozásban, szintén magyar közvetítéssel jutott oda. Az előbb mondtam, hogy megnevezem majd azt a lengyel forrást, Lúgos, úgy hívják, ha magyarul mondjuk, akkor Lugosznak lehetne mondani, a lengyelnek van egy ilyen áthúzott elbetűje, amit elég nehéz magyarként ejteni, majdnem Lugosz hasonlít, azért mondom Lugos. Lengyel krónikaíró,
aki szintén magyar hatásra írja az összes vonatkozásokat, ami Kingától kezdődően a magyar és lengyel kultúrkapcsolatokra vonatkoznak. Többek között ő az első, aki leírja a Glisszabúrában Szent Imre herceg, a magyar-amerik herceg alapított kolostort. Hogy a pálosok Magyarországról jönnek és telepednek le Csenztohovában. Most még egy dologról szeretnék beszélni, ez egy picit visszamegy. Ugye, amint említettem, 1241-ben rohanják le a tatárok kis Lengyelországot, és foglalják el többek közt Krakkót. Na most Krakkóban magyar hatásra a fő templomba, Kossuth Máriás fia, ugye Krakkó fő templom, és ma is egy csodálatos templom, a tornyában minden reggel, pontosabban hajnalban, hajnal szó, egy toronyőr körtje jelzi a napnak a kezdetét. Lengyelül ezt a hajnalt érdekes hejnalnak hívják, hejnal. Úgyhogy nyilvánvalóan magyarból átvett szó és a magyar hatás is. 1241 késő tavaszán, nyár kezdetén, amikor a tatárokon jön, kimegy ugye ugyanúgy szokás szerint a reggelit fújni a toronyőr, mondjuk így, és akkor egy tatárnyi átfúrja a torkát, úgyhogy a kürt szó közepén elhalkul, megszűnik, hiszen szörnyet hal a kürtös. Ez a hagyomány a mai napig él Lengyelországban, mert a hejnal minden nap szépen leadják, pont addig a félbeszakadt kürtig, ahogy az akkor volt. Ma már természetesen nem embert csinálják, ezt gépről csinálják, de ez a szokás megmaradt, ez a hejnal. Másik ilyen szokás, ami ugyancsak ott történt, Krakó mellett egy kis faluban a fiatalok összefogva valahogy egy kisebb tatár csoportot sikeresen megsemmisítettek, és akkor azoknak az öltözékét, fegyverzetét, mindent elszedve, ebbe beleöltöztek, és abba menve minden évben, meg akkor is berohannak Krakóba, és mi a mohácsi busójárásunkhoz kicsit hasonlóan, de ez egy kicsit előbbi, mint a busójárás, zavarják el a gonosz tatárokat. Egyébként volt rá mondjuk, mert ők velünk szemben még vagy öt tatárjárást kaptak később is. Ezt lajkodiknak hívják, ezt a szokást. Ezek mind ide kapcsolódnak, és mint hát Kingakora, tehát azért kell mondjam, hogy Kingákod is. Boleszláv és Kinga indítják el Szaniszló püspöknek a szentélyavatását. Szaniszló püspököt jóval megelőzően darabolta föl egyik király haragjában, és ők elindítják a szentélyavatást, ami végeredményben jóval később, de bekövetkezik. Szaniszló azért érdekes ebben az esetben, mert ugye, hogy szétdarabolja. Később, mikor nem létezik Lengyelország, mert felvonosztva, akkor mindig azt mondják, hogy Szaniszló a lengyel nemzet megtestesítője, hiszen feldarabolja, ahogy Lengyelországot feldarabolták. Utána a darabjai külön-külön élnek, ahogy Lengyelország élt, ugye három állam. Szaroszlát magyar monarchiában is Galíciaként. De ahogy Szaniszlónak csodálatosan a legenda szerint egybe nőtt a teste, a szép darab volt teste, úgy Lengyelország is újra egybe nő és föltámad. Hát ez
ugyancsak a lengyel legendának a része, azért említem itt, mert az ő szenti avatását is kifejezetten, ugye Boleszláv és Kinga kezdte. ...1257-ben Boleszláv Szambec tartományt Kingának ajándékozza. Szalome akkor már ebben a tartományban apáca, akiről az előbb szó. Boleszláv 1279-ben hal meg. Már a temetésén Clarissa apácának öltözve jelenik meg Kinga, és ugye rögtön a kolostorba vonul testvérével, Jolánnal együtt. Azt írják a források, hogy a lengyelek sehogy se akarták kolostorba engedni, hanem azt követelték volna, hogy ő legyen az uralkodó nő, ő uralkodjék kis Lengyelország. Lengyelország fölött. Ez abban az időben hallatlannak számít, hiszen női uralkodókról nagyon kevés szó eshetett, ez csak azt mutatja, hogy mennyire népszerű volt, mennyire ragaszkodtak hozzá. Ő azonban a gyerekkori neveltetéséből, magából a szűzi házasságából kifolyólag is természetesnek tartott, hogy számára nincs más út, mint hogy apáca legyen, és szent életű apácaként élte tovább az életét. Jolán, ahogy mondtam, vele együtt lép be, ő fél évvel előbb lett özvegy, mint Kinga. 1284-től ő lesz az Ószambeci kolostor főnöknője, már mint Kinga. 85-ben építeti ugyancsak a saját, még meglévő örökségéből és vagyonából a kolostornának az új templomot. 87-ben ismét jönnek a tatárok. Ekkor ugyancsak Csorstinba menekülnek. Csorstin az Magyarország határán van egészen fönt. Nem tudom, hogy most Magyarország térkép mutathatnám, hogy Nedecvára és Csorstin vára a két egymással szemben lévő vára. Nedecvára nagyon híres volt a magyar történelemben is. Minden esetre Csorstin várában tudtak ők menedéket kapni. Itt az eddigiekkel ellentétben a tatárok elkezdték az ostromot. Ez furcsa, mert ők a várostromokra nem voltak berendezkedve, de úgy látszik az eltelt 40-valahány év alatt megtanulták, hogy a nyugati hadjáratokhoz hozzátartozik a várak elfoglalása is, különben a harc nem lesz teljes győzelem. Itt meg kell említeni, hogy Baksa Simon fia György felszabadítja Csorstint és a csorstini várat. Érdekes, ez Kun László idejében történik már, de Kun László éppen nem arról híres, hogy a keresztény, hogy mondjam, apácákat és szerzeteseket mentse, de Baksa Simon fia György akciójához teljes mértékben segítséget nyújt. Miután ő a tatárokat éjszakai rohamban meglepi, sokkal kisebb seregével, források szerint ötöd annyi magyar vitézzel, mint ahány tatár volt, megfutamítja őket és menekülnek, és itt az apácák megszabadulnak. Mikor visszamennek Ószambecbe, Ronhalmaz találnak, és Kingának újra neki kell állni, most apáca főnöknőként irányítani az ottani építkezést, újjáépítést. Ezt csodálatosan meg is oldja. Halála 1292. július 24-én következik be. Hozzáteszem, hogy utána a kolostor
vezető apát nője, a testvére jól áll lesz majd. Csodák és a tisztelet folyamatos. Ócsandec templomában, kolostorában a úgynevezett kis hálatábláskák, amik nálunk is gyakoriak, szűzanyaghegyhelyeken, gyakoriak búcsújáró helyeken, ezeknek az erdeje borítja el, szabad felület szinte nincs, amit mind köszönetet mondanak Kinga közbenjárásáért. Ez a hatalmas tisztelet és a csodák azt jelentik, hogy az egyház hallgatólagosan már akkor elfogadja őt boldognak, de 1690-ben formálisan is boldoggá avatja 8. Sándor pápa. És 1715-ben éppen Lengyelország állami életének a vége körül, 11. Kelemen pápa Lengyelország és Litvánia patronájának nevez. Második János Pál pápa pedig 1999. 6. hónap 15-én szentté avatja. Egész Ószambec kicsi városka, történelmi, de gyönyörű, tulajdonképpen ma is Kingáról szól. Ott minden Kinga emlékezetét őrzi. A templom déli kápolnájában van a sírja. Ez azért nevezetes, mert az összes Árpádházi, megint ezt mondtam, Turú nemzetségbeli szent királylánynak a sírja közül tulajdonképp az egyetlen, amelyik megmaradt épségben ott, ahol volt, hiszen tudjuk, hogy a mi Szent Margitunknak is itt nem csak rom és töredék, és egy jelképes sírját a Margit szigeten ugye felállítani, Szent Erzsébet sírját is eléggé szét cincálták csúnya szóval, és nem folytatom többit. Talán Piroska, akinek megmaradt, de ott meg a török uralom, ha, ugye, hogy átveszik egész Isztambult, ott nem tudom pontos, de erről majd más előadás szól. Egy kis dobozka is van ebben a, emellett a kápolna mellett, ahova papírcetliken dobhatják be a kéréseiket, amikbe kérik Kingának a közbenjárását. Ez állandó, és ezt nem csak az oda tévedő magyar turisták, hanem a lengyelek részéről tömeges, tehát állandóan tele van kis cédulákkal és kérésekkel. Annyira bíznak benne, annyira szeretik, és végeredményben annyiszor teljesültek is a kéréseik. Emléke ugyancsak nagyon mélyen, meghatóan és látványosan él Vjelicskában. Vjelicskában egy csodálatos sóbánya van, ami a centruma és a közepe tulajdonképp a Szent Kinga kápolna, de eleve az egész sóból csodálatosan kifaragott hely, rengeteg magyar turista is megy oda, de Vjelicska szigorúan Kingához kapcsolódik, hiszen a bánya megnyitása is az ő kezdeményezése, továbbá végül is magyar bányászok indították az egészet. Budapesten ugyancsak él a tisztelete, Kőbányán van egy lengyel templom, amiben Szent Kingának külön kápolnája, oltára. Egyébként pedig az erekjéiből nem csak itt Kőbányán, hanem Egerben a Minorita templomban is van, hiszen erekje, Kingától származó erekje került oda is. Most akkor még egy picit idézzük azt a hangulatot, amit annak idején a hívő nép mondott. Kicsit lehet, hogy furcsa a fülünknek, de ki lehet belőle érezni azt a mélységes tiszteletet.
Azt mondják, hogy a hagyomány már bölcsőjét is a csodás kiválasztás sugaraival özönli el. Jajgatás helyett a csecsemő e szavakat dadotta, és pedig a krakói krónika szerint magyarul. Üdvözd légy egek királynéja, angyalok királyának anyja. Amit királyi atya és anyja a főpapokkal, főurakkal álmélkodva hallgatott. Azt is feljegyezték az egykori tanúk, hogy szerdai és pénteki napokon csak egyszer szopott, mint egy előrejelezvén, mi szigorúan gyakorolja majd később a szent böjtöket. És midőn anyja szobájában szent misét mondotta, az angyal kisde Jézus és Mária neveinek hallatára mindannyiszor édesen mosolygott, mintha lelkének bimbója nyiladoznék a két égi fény rádövelt sugarai. Ezt azért olvastam föl, hogy érezzük, hogy milyen szellemben gondoltak valamikor rá, nem csak a lengyelek, hanem a magyarok is. Most befejezésül még azt el kell feltétlenül mondanunk, hogy Szent Kinga az egyházi szereplén, a vallási szerepén túl egy igen erős kapocs lett a két baráti nemzet között. Tehát a lengyelek épp úgy szentjüknek érzik, sőt sokkal inkább, mint mi, hiszen lengyel királynéval. Nekünk meg mégis a Turul nemzetség egyik fényes tagja, és ez az összekötő szerep nem csökkent a mai napig sem. Magyar turisták tömegei járnak Ószandecbe, és tekintik meg, hozzáteszem, hogy a Magyarország legészakibb határától, ami most ugye Szlovákia határa, tehát a felvidék legészakibb pontjához igen közel. Annak ellenére, hogy több világháború megviselte ezt a részt, vagy egy több ment haladt át ezen a részen, hiszen az első világháborúban is voltak csaták ezen a környéken, a második világháborúban pedig szégyen sajnos, de a kultúrnémetek mindent megtettek, hogy a nem német kultúrát egy kicsit visszaszorítsák, ez finoman mondta. És ezt Ószandec is megérezte, viszont gyönyörűen helyreállt, maga a kolostor viszonylag kevés kárt szenvedett, és a Kinga kápolnája és az, ami ott, az teljesen éppen megmaradt, de a kisvárost azt szinte teljesen tönkretették. Kinga, tehát egy nagyon fontos kapcsolat ebből a szempontból, és ez jó lenne, ha jobban befolyásolna bennünket, mert állami életünkben a lengyelekkel való együttműködés most rendkívül sokat számít, hiszen egy ismételt sátáni birodalommal vagy sátáni szövetséggel kell küzdenünk, mert az Európai Unió jelen formájáról más nem lehet mondani. Jó lenne, ha Kingák keresztül a lengyel egyházi befolyás is egy kicsit jobban erősíteni és segíteni a magyar egyházat, mert hát az a lengyelhez képest eléggé sanyarú állapotban van. Ezzel fejezném be, hozzátéve, hogy Kingáról nem lehet Szalóme és Kálmán herceg, ugye, aki a férje volt Szaloménak, és Jolán nélkül beszélni, mert ők hárman szigorúan összetartoznak, függetlenül attól, hogy testvérek és unokat testvéreik között egy sereg szent és boldog van. Kívánom, hogy mindenki, aki hallotta, és még nem találkozott Kinga emlékével, az egyszer legalább jusson el a kőbányai lengyel templomba, illetőleg, ha van ideje és lehetősége, mindenképp Ószandecbe,
ahol a szenté avatás után székelymesterek hatalmas és gyönyörű székelykaput állítottak föl és szenteltek. Magán a szenté avatáson, ami 99-ben volt, a magyar vezetés szinte teljességében részt vett. Ezek azok a pontok, amik bennünket segíthetnek, és én köszönöm a megtisztelő figyelmet. Bízom benne, hogy olyanokat is tudtam mondani, amik segítik a későbbi tiszteletünket és a jövőnket is az előbb elmondott mondatokért.